most már csak élvezni kell a versenyt, gondolhatná az ember, hiszen az előkészületek véget értek, és ma elkezdődött itt a világbajnokság. Milyen dolgotok van még itt a következő 4 napban? Igen, van benne igazság, mindig az első 2 nap, amikor megérkeznek a versenyzők, és bár a rend úgymond azok sokszor nehezebbek, mint a versenynapok, és már zajlik a D-hajtás, sőt az egyik szilvásvári D-hajtó le is hajtott, mert több magyar hajtó mellett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most már mindentől gördülékenyen fog menni, de eddig is így a nemzetközi résztvevők szerint is világbajnoksághoz képest nagyon, nagyon minimális feladatot kellett kezelni, amire nem készültünk esetleg. Mik az elvárások a magyar csapattal szemben? Hát az elvárás az természetesen a minél jobb teljesítmény lovakból és magukból kihozva. Úgy gondolom, hogyha minden összeáll egy csapatban az érem, meggazdagodtunk, de ehhez nagyon-nagyon sok tényezőnek kell jól alakulnia. Hatalmas dolog lenne nagyon hosszú idő után, de bízom benne, hogy a hazai közönségnek fog ez jól mondani. Milyen várakozások vannak a két szilvásváradi színekben hajtó fogadtal? Úgy gondolom, hogy Bácz Istvánnak, Galbács Ferencnek is vannak olyan versenyszámai, amikben okozhatnak meglepetést. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy méltó ellenfelei lesznek akármelyik nem. Hány szilvásváradi lépicai ló indul majd ezen a világbajnokságon? Ugye a kettőjük fogadában van 10 ló, de vannak még olyan külföldi fogatok is, ahol egy-egy szilvásvári lóat lehet találni. Milyen esélyei vannak a lipicaival, a lipicai fogat, vagy lipicai lovakat hajtóknak? Ugye lehetett olvasni a kiadványban is, ugye, hogy más sportlovak azért erősebbek, de a lipicai felerősödhet el hozzájuk. Hát ez egy nagyon összetett és nehéz és nehezen megközelíthető kérdés, mert sokat változott a sportágnak a szabályrendszere, nem feltétlenül a lipicai fajta előnyére, de én nem fognám erre. Tény, hogy vissza kell vezetnünk az élsportba a lipicai fogadhajtás tekintetébe, de az ehhez hasonló világversenyek után a szilvásváradon erre a lehető legjobb út, én úgy gondolom, és tényleg legfőképp a maratonhajtásban okozhatnak a lipicai lovak meglepetés. Ugye világbajnokságot rendeznek itt Szilvásváradon. Voltak megelőző versenyek, azok mennyire voltak jó felkészülési versenyek, és mennyiben más ez a mostani VB azokhoz képest? Igyekeztünk a mindkét fogadtal a világ élmezőnyében készülni, ott látni, hogy hol tartunk, milyen szinten. Ezért is voltunk Csehországban több versenyen, Windsorban is indult Váci István. Én úgy gondolom, hogy csak úgy tudunk reális képet kapni, mind a fajtáról, mind a hajtóink képzettségéről, hogyha a legmagasabb szinten, a legmagasabb szintű mezőnyben próbálják ki magukat. A tavalyi hazai verseny az mennyire készített föl titeket, a létesítményt, a szervezőket a VB fogadására? A szakszemélyzet az 90%-ban ugyanaz volt, akkor a idézőes hiányosságokat megbeszéltük, azokat javítottuk, úgyhogy most már mindenki hazatért a szervezők közül is, én úgy gondolom. Mik a VB esélyei? Szerinted kik érhetnek oda a dobogóra, illetve a világbajnoki címre? A csapatverseny az, ahogy az elmúlt években is volt, valószínű, hogy a német és a holland nemzeti válogatott között dőlhet el. Az egyéni címvédő, hosszú évek óta Goidexel az ausztrál hajtó, de a hollandok és a németek is okozhatnak neki, úgy gondolom, nehéz pillanatokat, de a papírforma a Goidexel győzelmét mutatja. Ugye ő ismeri is itt a környezetet, mert volt többször. Itt a mezőnyben mennyien jártak már itt Szilvásváradon? A holland hajtók közül Kozderon, de versenyzett itt 2 évvel ezelőtt a svájci világklasszis Zseron utazis, már 3 éve járt itt, tavaly ebben pedig ugye a legjobbakat, hogyha említjük, akkor Wojdexel és Chester Weber is indult a világkupa fordulón, ami egy tesztverseny is volt világbajnokságban. Az, hogy ugye vannak szilvásváradiak is, akik szoktak itt gyakorolni, nekik mennyire lehet előnyös ez a hazai pálya, illetve mennyit tudtak itt gyakorolni? Hogyha az arénát nézzük, ez egy érdekes kérdés szakmailag, mert nem feltétlenül előny, hogy ezen a pályán szoktak gyakorolni, mert ugye most itt egy világbajnokság lévén szó teljesen más környezet fogadja a lovakat, és egy érzékenyebb habitusú lovat akár meg is zavarhat, hogy nem a megszokott környezetébe jön.
legfőbb természetesen a terepnek az adottságait, a maratonpálya adottságait, az nagyon nagy előny, és már csak a kondíciót nézzük, akkor itt ezek a domborzati viszonyok, ezek mindenképp előnyt jelentettek a felkészülésben. Másod egyébként milyennek a maratoni pályák azokkal összehasonlítva, mennyire más ez a... Én úgy gondolom, hogy ha nem csak a fekvésének a szépségét, de a nehézségét is nézzük, akkor ez a világ egyik legnehezebb pályája. Mit vársz a szombattól, illetve a vasárnaptól? Mennyien jöhetnek ki? Hát a szombat az egy nagy kérdővel, de tekintve, hogy most is közel félházon a díjhajtáson, amelyen nem egy megszokott nézőszám, ez holnapra még többen fognak jönni. Szerintem több tízezer ember fog ellátogatni a maratonhajtásra. Vasárnapra pedig már most közel telt házunk van, már csak pár száz egy maradt, amely eladásra vár.